Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, mesebeli asztrológia április 23-án. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel. Amit a mai naptól megváltoztatok, az pedig az, hogy nem csak az indiai asztrológiát közlöm veletek, hanem azt is, amit ti ismertek, a mi általunk Európában ismert asztrológia. Így összehasonlítjuk a kettőt. A mai nap egy új hold. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Mivel a holdnak nincs saját kisugárzása, hanem átveszi a napfényt, és azt mutatja nekünk, egy ilyen találkozásnál a nap nem tudja besugározni a holdat, és így számunkra nem látható. A kínai asztrológiában és mitológiában azt úgy közlik, hogy a császár és a császárnő visszahúzódik a hálószobába, és azt nem is kell, hogy lássuk. Tehát mutatja a közeledést és a testi közeledést is. Most, hogy így a kínai asztrológiát említettem, tudatom veletek, hogy ezzel is foglalkozom, és a kérdésem az lenne, van-e rá igény, hogy a kínai asztrológiáról is beszéljek, vagy felvételeket készítsek. De most visszatérve erre az új holdra, mit is jelent számunkra ez az új hold? Visszahúzódást, elgondolkozni a múlton, tervezni valami újat. A mi általunk ismert asztrológiában ez az új hold a bika jegyében van, és ez mutatja a témát is. Az anyagi dolgokat, az értékeket, elgondolkozni azon, hogy mi számunkra értékes, mit vegyünk a birtokunkba, ez nem csak az anyagiakat jelenti, ez lehet a párkapcsolat is, hogy az értékes számunkra, vagy az ő számára, és ez az új hold a bika jegyében, ez a föld eleméhez tartozik, és ez mutatja a reális dolgokat. Az indiai asztrológiában, az indiai számítás szerint ez az új hold a kos jegyében van. A kos jegye pedig egy új utat mutat. Döntéseket, hogy valamit kell, hogy változtassunk, és bátorsággal indítsunk egy új utat. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. Ez az új hold az Ashvini holdházban található, és az gyógyítást, ezt a gyógyító energiát mutatja. És ebben a gyógyító hatásban lehet betegségekről is szó, vagy ezen a területen dolgozni, vagy ezek a témák foglalkoztatnak bennünket, de azt is jelentheti, hogy volt valami az elmúlt időben, ami úgy betegesített benneteket. És itt most kell, hogy javuljanak a helyzetek. Tehát kell ez a gyógyító energia. Ami mindkettőben egyezik, tehát a mi általunk ismert asztrológiában is, és az indiai asztrológiában is, az, hogy a nap és a hold, ami most így együtt működik, kihat a Szaturnusz bolygóra, vagy a Szaturnusz bolygó hat erre az új holdra.
és ez a kapcsolat utal a feszültségekre, a korlátozásokra, ez nagyon nyomasztó, és itt kell egy kiút. A napnak van több jelentése is. Korábban szimbolizálta a királyokat, a császárokat, a mi időnkben a kormányt jelenti, és ez a feszültség és a korlátozások az pontosan az, amit most mi átélünk emiatt a koronavírus miatt. És pontosan ezt tükrözi ez az új hold és Szaturnusz bolygó kapcsolata. A hold kihat az érzéseinkre, és ezt a nyomasztó érzést, ezeket a korlátozásokat, feszültségeket érezni fogjuk. A hold gyorsabban mozog, mint a bolygók, és holnap összeköttetésben lesz Mars bolygóval. És ez is a feszültségeket mutatja, a dühöt is. Ez nem biztos, hogy most ezzel áll összeköttetésben, amit mi most átélünk az egész világon, hanem ez lehet valami, ami titeket személyesen érint. A Mars energiája mutatja a dühöt. Ez nem csak a férfiaknál lehet, hanem nálunk, hölgyeknél is, hogy dühösek vagyunk valamire, vagy dühösek vagyunk valakire. Ez nem a mai nap energiája, ez holnap fog így történni. Kicsit később, tehát a következő hetekben eléri a nap a Mars bolygó hatását, és ugyanaz vonatkozik, mint ahogy most Szaturnusznál is, hogy valamilyen feszültségek lesznek. Szaturnusz bolygónál a mai napon mutatja a korlátozásokat, és később, a következő hetekben, ami következni fog, a Mars bolygó hatása alatt azt, hogy sokan visszabeszélnek, vagy nem engedik azt, hogy valaki korlátozza őket. Mert ez sokakban dühöt vagy agressziót vált ki. Természetesen lehet az is, hogy a kormány hoz döntéseket, és mások nincsenek ezzel megelégedve. De ez az energia hat a mi privát életünkre is, tehát lesz valami, amit tisztáznunk kell, mert van valaki az életünkben, aki dühít bennünket, és azt kell, hogy tisztázzuk. De ezt én nem a párkapcsolattal hoznám össze, mert a mai napon és a következő napokban is egy nagyon-nagyon jó kapcsolat van Mars és Vénusz bolygó között, és az egy harmonikus viszony, egy megnyugtató érzés, és az kihat a szerelmi életre, mondhatnám szerencse a szerelmi élet területén a párkapcsolatban. És amit én említettem, ezeket a feszültségeket, ez máshonnan jön. Ha én a mi általunk ismert asztrológiát tekintem, akkor a Szaturnusz bolygó hatása kicsit később, a Mars bolygó hatása az a vízöntő jegyéből jön, a levegő eleméből, tehát kell a szabadság érzete, kell a könnyedség, és kell az, hogy újat tervezzünk, vagy új gondolataink, ötleteink legyenek, mert így kell egy kiút. Ha az indiai asztrológiát tekintem,
akkor ez a Mars bolygó hatása és a Szaturnusz bolygó hatása a Kos jegyéből jön. És a Kos jegye az a Föld eleméhez tartozik. Az másképp látja a dolgokat, ott tettekről van szó. Az is fontos a Bak jegyénél, hogy legyenek céljaink, és hogy azt ne adjuk fel. Legyünk türelmesek, amíg ezek a dolgok rendeződnek körülöttünk. Mint említettem, a Vénusz bolygó és a Mars bolygó egy nagyon szép kapcsolatban áll, ami szerencsét hoz a szerelmi élet területén. A mi általunk ismert asztrológiában ez a levegő eleménél van, mert Vénusz bolygó az ikrek jegyében van, és Mars bolygó a vízöntő jegyében. Mindkettő a levegő eleméhez tartozik. És ezt a könnyűséget érezzük a szerelmi élet területén, a párkapcsolat élet területén. Az indiai asztrológiában ez a kapcsolat a Föld elemében van. Vénusz bolygó a Bika jegyében, Mars bolygó a Bak jegyében. Az indiai asztrológia leírása szerint a szerelmi élet területén a párkapcsolatban stabilizálódik valami. Ez mutatja a tetteket, a reális dolgokat, és adja nekünk a biztonság érzetét. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett tithik, és most ennél az új holdnál elértük az utolsó tithit, és ezzel az utolsó tithivel véget ér egy hold hónap. És holnaptól kezdődik egy új hold hónap, az első tithi indul holnaptól. De ami a mai napot illeti, mit közöl velünk ez az utolsó tithi? Egy visszatekintés a múltba. Ez nem csak a mi saját múltunkat jelenti, hanem feltenni a kérdés, honnan jöttünk? Mi köt bennünket a múlthoz? Ez lehet kármikus téma, vagy azok a családtagok, akik elbúcsúztak tőlünk, és gondoljunk rájuk is. Arra is alkalmas ez az utolsó tithi, hogy kipihenjük magunkat, erőt vegyünk, mert holnaptól indul egy új kezdet. És ez volt a mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!